Milyen jó illata van ennek a kis madárnak. De erre emlékeztem már régről, hiszen volt egy pár kis megyvágó a kezemben. Kis megyvágó. Szóval hát ő a nagyobbik magevők közé tartozik. Főleg az erős csőrével, amivel ugye nagyon kell vigyázni, mert ő nem síp, hanem harap. Olyan erős. De hát persze féljen tőle az, akinek megvan az oka a félelemre. Szóval alapvetően ez nem egy örömteli pillanat, abból a szempontból, vagy a pillanat az az, örömteli, de szerencsétlen helyzetnek indult, ugyanis szegény kis megyvágó pipi neki ütközött az ablaküvegnek, és megszédült. Tehát azért ezt a szelídségét a pillanatnyi szédülésének tudjuk még be. De rendkívül nagy az öröm, mert megmaradt. Ugyanis ebben a nagy hidegben, ami most volt itt március közepén és télben, sajnos két megyvágót is elvesztettünk, akik így nekirepültek az ablaknak. Szóval ő megmaradt, és ennek én nagyon-nagyon örülök. Úgyhogy most még barátkozunk egy picit. Úgy tűnik, hogy neki még egy kis pihenésre van szüksége, de a legjobb helyen van. Átjött ide a fenyőfába, és itt a legbiztonságosabb.